Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fejő Miklós és Törnyei Attila. Sziasztok! De jó, hogy együtt látni titeket! Ugye milyen jó? Mi is annyira örülünk. Sziasztok! Szevasztok! Egy nagyon különleges, és azt gondolom, hogy rafinált koncertre készül Fejő Miklós, mert ugye a 75-et azt így méltóképpen megünnepelted. Koncerttel, turnéval, és egy nappal, tehát az utolsó napon, amikor még ezt a 75-öt lehet használni, csinálsz megint egy bulit. De ugyanúgy születésnapi bulinak hívod, de ez most 75 vagy 76, mit ünneplünk? Teljesen mindegy, 76-ot ünnepeljük, csak hát egy nappal korábban, úgyhogy ha az ember babonából nem akarja, akkor nevezze nyugodtan a 75. Aha. Plusz habatortán. Habatortán, ez a buli címe. Buli címe, igen. Ezeket te találod ki, hogy legyen címe? Ez egyszer valaki mondta, hogy minden koncertnek kell, hogy legyen címe, mert attól lesz másmilyen, mint az a többi. Valakinek csörög a telefonja. Sokféle... Ilyet csörög? Nem. Jó, akkor mehetünk tovább, bocsánat. Sokféle koncertet adok egy évben, ezek között vannak kiemelkedőek, vannak kevésbé kiemelkedőek, de számomra azok is nagyon fontos koncertek, úgyhogy mindig, amikor fellépek, igen. Hát már nem tudom, mit kérdeztél, de az végül is az, mindegy, mert hogy is beszélek. A műsor címe, vagy a koncert címe? Én találom címe. Ki, igen, ez volt a kérdésed, most már rájöttem, ha segítettél. Igen, ennek most az a cím, hogy Habatortán. Én jól gondolom, akkor ez tényleg részint a tavalyi évre utal, illetve annak egy valamiféle ilyen megédesítése, akkor Habatortán. Meg hát a torta amúgy is születésnapi dolog, bár én magam nem nagyon szoktam enni édességet, de amikor behozzák nekem ezt ilyen... Most már évek óta megy ez a születésnapi dolog, hogy ebből is lett egy kisebb fajta hagyomány. Azért mondom, hogy kisebb fajta, mert nagyobb fajta hagyományaim is vannak, amiket évente ünnepelek. És hát... tulajdonképpen egy ilyen nagy házi bulinak szántam az elején, aztán úgy évről évre megszokták, hogy mindig van, úgyhogy ez most is van, megkapják, nem lesz egy akkora felvonulás, mint mondjuk egy aréna koncertnél esetében, ami ugye szintén minden évben van, tehát karácsonykor, hanem ez inkább ilyen kicsit házi buli jellegű, legalábbis házi buli egy 3000-es helyszín. Nagy, hát azért... nagyobbacska házi buli, na mondjuk akkor így, jó? Tehát mindenképpen egy ünnep. Hát azért nem sokan vannak az országban, akik képesek megtölteni egy ekkora koncerthelyszínt. Ez provokáció, és én erre nem tudok reagálni, mert ugye nem tudom megmondani, hogy hányan vannak azok, akik meg tudják tölteni. Vannak nyilván kollégák, társak, pályatársak, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, ha én meg tudom tölteni, mert nekem személy szerint nagyon fontos, és hát ennek megfelelően mindig is drukkolok, hogy hát sikeres legyen. Az Ati is volt itt már, képzeld, ebben a műsorban, saját jogon is beszélgetünk. Bizony. És akkor dicsekedett vele, hogy hát ugye együtt dolgoztok, és azon túl, hogy ő menedzseled Miklós, igen, ugye? Igen, igen. Hogy a színpadra is felengedett őt, és hagyott basszus gitározni. Nem, az nem a Miki. Az nem a Miki? Az nem a Miki. Akkor én összekevertem. Most jó lesz, de hát legalább így a közönség na, is már tudja, hogy miről van mert szó. Én azt hittem, hogy azokon a rendezvényeken, koncerteken, ahova te elkíséred a Miklóst, igen, bizonyos dalokban felmész basszus gitározni. Az a másik zenekar. Az Ergo. Amit azt hittem, hogy nem lehet kimondani a nevét. De hogy nem lehet kimondani, hogy miért ne lehetne. Mert olyan sejtelmesen fogalmazott. Ugyan már. Másik hát én tudom, hogy hát az Ati az Ergóba kezdte, ő oszlopos tagja a dolognak, alapító tagja, és így tovább. Én ezt végigkísértem az ő pályafutását. Egy másik konstrukció, hogy mi most itt együtt vagyunk, de Attila... Őt egy abszolút kollégának tekintem, és egy olyan szintű pályatársnak, akit nagyon szeretek, egy művészember, vagy egy kicsit menedzser is az én esetemben, az egy másik dolog. Ne elmondja ezeket a dolgokat. De akkor én kérek elnézést, hogy teljesen félreértettem. Hát figyeld, de... a lőzőt, hogy néha beszászott. De... Nem, de hát figyeld, a világban ez... Egy szót hozzá tehetek. De ha már most feladottam ezt a labdát, lehet, hogy... Akkor most én ezt le is csapom gyorsan. Volt olyan koncertem a Margit-szigeti szabadtérin, ahol az Ati volt a sztár vendég. Wow, tényleg? Hát az is. Igen. És a színpadon igen volt, és basszusozott. Igen. Méghozzá a másik volt Ergos kollégámmal, a Kozma Tibivel, mert ővel csináltunk egy No Smoking produkciót. Akkor lehet, hogy ez sok minden igen így összeállt az én fejemben. Igen, igen. Szóval nagyon-nagyon sok szállal kötődünk máskül.
rendben. Akkor például, amikor először gondolkoztunk, hogy ki legyen a sztár vendég, aha, és akkor jöttek a nevek sorba-sorba, és akkor egyszer csak a Miki azt mondja, legyen a Nullsmoking. Hát úgy meglepődtem, hogy nem igaz. Állítólag neki az nagyon tetszett, és akkor... Hát nekem nagyon tetszett, és ő ott ült mellettem, ugye, ahol megszoktuk beszélni ezeket a dolgokat az én lakásomon, és akkor emlékeztem néhány dalra, mert ezek emlékezetes dalok voltak az adott időben, ezek slágerek voltak, ügyes, jó kompozíciók, és akkor mutatott az Ati néhány videót, uff, mondom, mert ez állati jó lesz, és ez jó is lett, ketten fölmentek, nyomták, kicsit olyanok, mint a hogy, Blues Brothers. Igen. Ez úgy fazonra meg minden, de nagyon jó saját számokkal, és sikerük is volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy fogott a rock and roll közönség, a nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy pont a Miki nagy koncertjén ott fölléphettünk volna, de szuper jó volt, úgyhogy nagyon örülök. Tehát itt is látszik, hogy olyan jó a kapcsolatunk, hogy itt nincsenek most már olyan korlátok, meg minden, meg megharagszom, hogyha te meg ezt a szót kimondod. Vagy... Ugyan, ezek léják. Fenyő Miklóssal és Környei Attilával beszélgetünk. Mikortól közös a ti életetek? Hát nyilván nagyon régóta ismeritek egymást, de az, hogy ti együtt dolgoztok, az mikorra datálható? Én 5 évre. Azt mondom 5 éve. Én is azt mondom, hogy 5 éve van. Akkor látod, együtt gondolom. Ki keresett meg kit? Kinek volt az ötlete az, hogy legyen Ati a... Én kerestem meg az Attilát, akkor éppen abban a helyzetben voltam, hogy segítő menedzserem, társam, képviselőm nem volt, és hát erősen kellett gondolkodnom, hogy egyáltalán kinek a neve vetődik fel, és én az Attilát nem csak az ergós múltjából ismerem, hanem ismerem az ő tevékenységét, amit attól kezdve, vagy annak utána nagyon sok mindent csinált, és mindegyik nagyon kreatív és jó dolog volt, és ezt teljesen, ezt nagyon komolyan mondom, tehát ha jól esett gondolni rá, több nagyon jó produkciónak ő elmondja, hogy melyikeknek, de mindegyik nagy sikerű dolog volt, többek között a nevüket ő találta ki, és hát persze amellett nyilván dolgoztak, de ez inkább az ő reszortja, hogy elmondja. Amit én akarok mondani, az az, hogy én egy nagyon-nagyon rendes, tisztességes, egyenes, és egy olyan embernek tekintettem távolról, mert akkor még csak egy kicsit távolabbról ismertem, aki egy nagyon-nagyon, szóval egy megbízható ember, egy olyan ember, én egy kicsit bizalmatlan típus vagyok, és nekem, amikor a Környei név felvetődött, akkor azt mondtam, hogy nekem ez az ember kell, és akkor fölhívtam, és elhívtam egy beszélgetésre. Mi az, amit Környei Attila hozzá tud tenni a te karrieredhez, ami most már 50 éve dübörög, fényesen ragyog? Sok-sok-sok nagyon-nagyon kreatív művészeti ötlete van, amiből már nagyon sokat használtunk is az elmúlt években. Jó rálátása van a dolgokra, egyébként pedig eljön velem olyan koncertekre is, ahol persze nem lép fel, viszont tanulságokat gyűjt, távolabbról nézi, hallgatja, jó tanácsokkal lát el, sok mindent változtattunk azóta, színpadkép, a színpadi megjelenés, a show, illetve annak részletei vonatkozásában, úgyhogy Attila ebbe a legjobb, a legeslegjobb. Nagyon nagy szeretettel és odaadással csinálja a háttérmunkát is, ami egy menedzsernek sajnos akár tetszik, akár nem dolga, és ő ezt megcsinálja, és szívvel, lélekkel, és a legfontosabb, hogy tisztességgel. Nyilván, amikor itt járt, Attila, itt jártál, akkor elmesélted azokat a zenekarokat és produkciókat, amiről most Miklós is beszélt. Viszont ez érdekel a te oldaladról is, hogy mit tudsz te hozzátenni egy olyan karrierhez, ami már tök készen van, ami tényleg annyira jól működik, és nem is szabadna rajta változtatni, mert hát pont azt szeretjük benne, hogy ő olyan a 70-es évek eleje óta, amióta csak ismerjük, Mr. Rock and Roll. Mi az, amit egy menedzserhez hozzá tud tenni? Na most, amikor én abbahagytam az ergót, és belevágtam abba, hogy én most zenekarokat fogok össze saját ötleteim alapján felépíteni a nulláról, akkor nem csak menedzselés volt, hanem ott producerkedés. Szóval millió dologot beleszóltam a zenébe, a teljes mértékben a saját elképzelésemet valósítottam meg, és hála Istennek sikerült olyan csapatokat mindig összeállítani, akik hallgattak is rám, sőt örömmel elfogadták, hogy én vagyok a vezető,
és minden. És a Miki, én úgy látom, hogy nagyon jó antennája van a Mikinek. Olyan antennája, és ezeket ő mind látta messziről, és amikor először beszélgettünk, akkor én lepődtem meg legjobban, hogy mi mindent tudott rólam, mindent, amit a szakmában a közel álló emberek sem. És ezeket a Miki átlátta, és ez már azért más, tehát gyakorlatilag, mit tudom, egy 10-15 évvel ezelőtt biztos, hogy nem vállaltam volna ezt a menedzserkedési munkát, mert akkor nagyon éreztem, vagy élveztem azt, hogy a nulláról fölépíteni. Itt, ahogy mondtam, van egy abszolút kész dolog, amihez már tényleg csak ötletekkel tudok esetleg hozzászólni, de nagyon óvatosan azért én tisztelettel minden lehajolok, hogy ezt a teljes világot, ezt a Miki valósította meg, és tényleg csak úgy partvonalon tudok hozzászólni ötletekkel, amit azonnal, ha jó tényleg, akkor azonnal elfogadja, és ennek én nagyon örülök. De itt közben a háttérben meg nagyon sok olyan munka van, ami ez a szürke adminisztrációs szervezés, stb. Amit viszont örömmel csinálok. Most régebben nem csináltam volna. Tehát... Kicsit ez nekem olyan a ti kapcsolatotok kívülről nézve, mint amikor egy színészből rendező lesz, és a volt kollégáit elkezdi rendezni, mert hogy Miklósnak ugyanúgy volt hasonló feladata a zenélés és éneklés, zeneszerzés mellett, tehát te is létrehoztál. A pályafutásom során ezt akarod mondani, hogy voltak olyan időszakok. Így ugye? Van, tehát hogy te nagyon jól tudod, hogy az Attinak mi a munkája. Tehát én egyrészt hát nagyon jó, sokat sejtek, hogy ő mondta, jók az antennáim. Ezt az ő kifejezése nem veszem el tőle, mert ő ezt így fejezi ki. Nem is tudom egészen pontosan, hogy mit ért ezen, bár most egy néhány mondat erejéig kifejtette. Vannak megérzéseim, voltak a múltban bizonyos olyan tehetségekkel kapcsolatban, akiken még a... mikor még nem is léteztek, inkább úgy mondom, nem voltak az ismertség fókuszában, hogy akkor ugye megéreztem, hogy ott van valami, és aztán azokból is lett sok minden. Tehát ilyen értelemben van egy fajta rokonvonás kettőnk között, hogy felismerjük a tehetséget, és fel is tudjuk építeni. Legalábbis nekem egy időben sikerült, réges-rég felhagytam ezzel a dologgal egyébként. Attinak nem olyan régen is a múltjában sikerült nagyon sok produkciót létrehozni, és azokat tényleg mindet ismertem. És itt van ez a kapcsolódás, ami nagyon, hogy mondjam, egy nyelven beszélünk. Tudunk egy nyelven beszélni. Igen, csak azt gondolom, hogy lehet, hogy emiatt aztán sokkal nehezebb feladatod van megfelelni annak az elvárásnak, amit mondjuk a Fenyő Miklós mint produkció támaszt egy menedzser felé, pont azért, mert ő tisztában van, pontosan tudja, hogy egy menedzsernek milyen feladatai vannak. A menedzser már nem tud ködösíteni, hiszen Fenyő Miklóssal szemben már ezt nem lehet megtenni, hiszen... idézőjelben egy régi öreg motoros, aki hát már mindent látott. Én meg tiszteletbe tartom pontosan, tehát ebben a korban már látom, hogy mi az a határ, ami tehát ez az ő világa, és amit még most tanulom ezt a világot, valójában le vagyok maradva, mert a rock and roll nálam kimaradt, de persze azért figyeltem, és azért abszolút képben voltam. Fenyő Miklóssal és Környei Attilával beszélgetünk. Egy fél mondatot már beszéltünk erről, a március 11-i, nem hangzott el a dátum, március 11-i Habatortán koncertről, ami a Barba Negra Red Stage színpadán lesz, mondjuk itt szóismétlés van, de hogy mi történik konkrétan, azt ilyenkor közösen találjátok ki, tehát itt már bekapcsolódik Atti, mint menedzser, kreatív ember, aki azt mondja, hogy oké, Miklós, tudom, hogy megvan a repertoár, tudjuk, hogy mit vár a közönség, mit lehet ehhez hozzátenni. Ilyenkor ugyanúgy leültök Miklós lakásán, és ötleteltek együtt, hogy mi történjen? Leülünk, és beszélgetünk róla. Attila pontosan tudja azt, hogy ez a koncert milyen jellegű koncertnek számít az én pályámon. Már egyszer említettem a beszélgetésben, hogy én ezt egy nagy házi bulinak tekintem, egy kicsit kötetlenebbnek tekintem, mint egy nagyon-nagyon-nagyon jól kitalált és jól megrendezett, és minden epizódjában előre látott komplex nagy koncertben. Itt inkább szeretném magamat abban az emberi
személyes létben feltüntetni, hogy az emberek lássák azt, hogy eljöttek ünnepelni engem. Szóval, hogyha mondjuk az én lakásomban lenne egy 15 fős házi buli, ami azon az alapon jön létre, hogy mit tudom, születésnapomban eljönnek köszönteni neki, az egy pesgőt, vagy egy, mit tudom én, egy üvegbort, vagy akármit, és akkor ottan ülünk, dumálunk, beszélünk, zenét hallgatunk, kocintunk, és így tovább, és így tovább. Én nagyjából ezt tulajdonképpen így szeretném. Ez persze megvalósíthatatlan, az első születésnapi koncert óta tudom ezt, pedig már legalább, mint tudom, 6-8 éve volt. De azért a lazaságot megérzik, és azt, hogy nem kerítek akkora feneket a dolognak, azt azért megérzik, és talán lehet egy kicsit személyesebben is szólni ezekben a konferenciákban, amelyek összekötik a dalokat, akkor jön egy torta, akkor jön egy dal, amit a zenekar csak nekem énekel, mint hogyha ez egy ajándék lenne. És ezeket a dolgokat persze, hogy megbeszéljük, Attila tud mindenről, ilyen dolgokról. Ha van ehhez kapcsolódó extrább ötlete is, ami például idáig nem volt, de most jó lenne, ha lenne, és ezt elmondja, ő biztos, hogy okos dolgot fog mondani. Ebbe biztos vagyok. Erre a szabadság dologra visszakérdeznék, hogy nyilván az a műfaj, amit te hozol, amit elhoztál haza Amerikából, az maga a szabadság. De egy-egy ilyen koncert esetén mit jelent az, hogy te bármikor, bármilyen dalt dekonferálhatsz, a zenekar mindent tud? Tehát ilyen módon lazul le az igen, egész produkció? Körülbelül, jól mondod. Hát az, hogy a zenekar mindent tud, azt nem merném mondani, mert mindenki sok mindent tud, és én is sok mindent tudok, de együtt azért vannak dolgok, amiket nem játszottunk, nem gyakoroltunk, stb. Mindenesetre ez a műsor előre ki van találva, mert annyira nem szabad, hogy ne lenne kitalálva maga a sorrend, és így tovább, tehát az is ki van találva, hogy a zenekar nekem mit fog énekelni. Az esetleg előfordulhat, hogy nekem olyan kedvem támadt, hogy miután ők ezt adták nekem ajándékba, és ezt végighallgattam én is, mint közönség a színpadról, és hát a nézők is, akkor azt mondom, hogy tudjátok mit? Én ezt annyira szeretem, most eléneklem én is, még egyszer nyomjuk el. Szóval ennyire tud laza lenni ez a dolog. Meg mit tudom, lehet, hogy valami táncversenyt is csinálunk, tehát ez most hogy kifejezetten idei gondolat és ötlet is lesz, ha rá elég jelentkező, akkor meg is csináljuk. Na erre majd vissza fogunk térni, visszakérdezek erre a táncversenyre. Hát, ezekről Ati mindenről tud. De még egy kicsit a repertoárról beszélgessünk. Hát nyilván kapásból mindenki, a hallgatók is el tudnák sorolni azokat a dolgokat, amik kihagyhatatlanok egy Fenyő Miklós koncerten. De hát pont ez okozza a nehézséget is, hogy valamelyes nehézséget, amit el lehet valamelyes játszani, nehézséget is okoz, de hát egyébként nekem nem esik nehezemre. Én körülbelül megérzem azt, hogy a közönség mit szeretne hallani, illetve miközben már megy a dal, akkor már nincs mese, akkor már a kocka el van vetve, de látom rajtuk, hogy jól esik nekik, hogyha olyan is. Amit az előbb feldobtál, egyébként az nekem is nagyon tetszett, hogy az ennek már mindent tud, én fogom magam is egyszer csak olyanomban, és elénekelek valamit. Volt már ilyenre példa. Volt olyanra példa, hogy odaültem az zongorára, és egyedül elkezdtem valami olyan számot, még az is lehet, hogy egy amerikai számot, amiről azt sejtettem, hogy az ennek a néhány tagja azért ismeri annyira, egy kicsit tud követni, és ezek ilyen nagyon-nagyon spontán megnyilvánulások, és ezeket nagyon-nagyon szereti a közönség. Ez az én tapasztalatom. Tehát ezért mondtam azt, hogy ezért sokkal szabadabb, mint az, hogy most jön a Csók király, utána jön a Csavat fel a szőnyeget, utána hogy direkt mondok ilyen dalokat, ilyen 140 évvel ezelőtt megint dalokat, amire te azt mondod, hogy kihagyhatatlan, de az sincs kizárva, hogy egyszer csak olyan kedvem van. Tehát ez a koncert, maga egy a születésnapi alkalmi rendezvény, ez olyan, hogy ebbe akár még ez is belefér. Az azért jó, mert manapság tényleg ilyen produkciók vannak világszerte, tehát nem csak a magyar színpadokon, és nem csak a magyar előadóknál, hogy már minden meg van koreografálva, mert a kivetítővel együtt kell mozogni, nem lehet kihagyni dalokat, mert akkor a fénytechnikus vagy a fénnyel játszó valaki, nem tudom, az már akkor összezavarodik. Tehát, hogy mindennek megvan a helye. És ehhez képest jön egy ilyen koncert, az egy felüldülés a közönségnek is, azt gondolom.
Azt gondolom én is, és nagyon remélem, hogy igazad van. Sok mindent mondtál, én csak bólogattam közben, esetleg nyilván te láttad, a hallgató, hogy nem látják. De jó, hogy elmondod neki, örülök, hogy ilyeneket mondasz, mert körülbelül egyébként ebben a tónusban működik az egész koncert is, amiben mi most beszélgetünk. Tehát tiszta mosoly, tiszta lazaság, tiszta poénkodás, akár viccelődő, mindegy. Szóval ezt szeretem én nagyon. Tehát ez a beszélgetés így nagyon-nagyon kellemes, és ha ezt a hangulatot tudom a születésnapi koncerten is megteremteni a közönség és köztem, tehát nem az, hogy most, ahogy mondtad, hogy ki a vizén a lett kijelző, meg ki falon, vagy hogy pont ott történik valami olyan esemény, amire nekem pont innen A pontból, B pontból oda kell érnem, ennyire nem szigorú ez a dolog, és nem csak akarom. Hogy vannak ilyenek is, pirotechnikával, stb. Vigyázni kell a zenészeknek, hova lép, meg hova nem lép, stb. De ez most akkor ezek szerint nem ilyen lesz. Fenyő Miklós és Környei Attila a vendégeim. Március 11-én megünnepeljük így közösen a közönséggel, zenekarral a születésnapját Fenyő Miklósnak, 76. Most még 75, és aztán másnap már 76. Jó, tehát a fordulót. Igen, az utolsó 75-ös napot. Viszont mondtad, hogy lesz egy táncverseny, de azt mondtad, hogy lehet, én már láttam erről reklámot is a Facebookon, hogy mi ampi táncverseny. Igen. Ezt Attila, te találtad ki? Ezt mert most kivételesen nem én találtam ki, de nagyon jó ötlet. Tetszik legalábbis neked is. Hát az már valami. De ez hogy tud megvalósulni? Hát nyilván egy rock and roll koncerten a közönség nem feltétlenül csápol, karbatett kézzel ül, hanem táncol. Így van. És akkor a nézőtéren táncolókat fogják. És általában ugye a legnagyobb rajongók előre rohannak, és ott táncolnak, ami persze zavaró, aki hátul a koncertet akar nézni, de most itt van hely arra, hogy hátul vagy megcsinálunk egy táncparkettet. Hogy hagy hátul? A színpad hátul? Nem, hanem a közönség, tehát a közönség mögött. Ja, tehát, hogy akkor igen. Tehát, hogy ott ne zavarják a közönséget. A nézőtér, hogy a nézőtéren lesz egy külön táncparkett. Buli közben táncolnak, és lesznek a régi nagy táncosok, meg a zsűri tagok lesznek. Tehát azok a régi nagy táncosok, akik a Fenyő produkcióban táncoltak évekkel, évtizedekkel ezelőtt, az első jampik, én úgy hívom őket, akik már a hungáriás időkben is ott voltak körülöttünk, és néha még a színpadra is följöttek, még nagyon fiatalok voltak. Hát mára már egy kicsit kiöregedtek a tánckarból, de a jampi szívük azért az a mai napig megmarad, és hát úgy találtuk ki, vagy úgy gondoltuk, hogy ha lesz elég jelentkező erre a versenyre, ott azok, akik abban a elkülönített részben fognak táncolni, azoknak kifejezetten a rock and roll-t kell táncolniuk, és akkor ezek az öreg nagyvagány jampik, akik azért nem olyan öregek egyébként, hát körben mennek. Szemük még azért van a tánchoz ezek szerint. Még lábuk is van, csak tüdejük már nincs. Jó, hányan férnek el ezen a táncparketten? Tehát azt mondjátok, ha van elég jelentkező. Mi van akkor, ha túl jelentkezés van? Hála Istennek, mondom, az nagy térlet. Tehát van, hogy kimondottan ott elválasztjuk. Tehát ilyen nem fordulhat elő, de mit tudom, egy 10-20 pár az biztos, hogy belefér. És akkor mit, végig kell táncolni az egész koncertet, és ez alapján ítélkezik majd a zsűri, vagy lesznek kiválasztott dalok, amire majd táncolni kell, és be kell két mutatni. Kiválasztott dal lesz, ami direkt erre az alkalomra kerül ott eljátszásra, és ott egyébként még egyszer azt mondom, lehet, hogy már egyszer mondtam, nem tudom, ismétlem magam, hogy ott rock and roll-t kell táncolni, tehát amikor te azt mondod, vagy Ati azt mondja, hogy a koncert vége felé mindig előre nyomul a közönség, és akkor ott azért azt a táncot nem úgy kell értelmezni, mint egy ilyen klasszikus rock and roll táncot, hanem akik előre nyomulnak, azok magukban mozognak, ugrálnak, csápolnak, kezet akarnak, pacsi-pacsi, az egy másfajta dolog. Itt most erre a versenyre, ha létrejön, ezt azért mondom feltételes módon, nyilván sok minden függ, de ha tényleg létrejön, akkor ott viszont azt kell táncolni, ott rock and roll-t kell táncolni. Párban? Igen. Oké, akkor ez az egyik kritérium, hogy párban. Hát igen. Kell-e készülni? Lehet-e készülni? Számít-e például a külalak, a külső, hogy milyen ruhát viselnek? Eláruljuk-e, vagy eláruljátok előre, hogy milyen dalok azok, hát ha otthon már tudnak gyakorolni? Hát azt nem árulom el, hogy milyen dalok, mert egyébként pedig nem kell akkora nagy horderé dolgokra gondolni, hanem ami jól gurul, amire jól lehet ezt a párban táncolni való
a rock'n'rollt, azért vagyok mindig zavarba, mert nekem a rock'n'roll az nem feltétlen egy tánc, hanem egy tánc és egy életérzés és egy zenei hangulatvilágnak a kifejezése, és hát mondom se kell, 8 éves koromtól kezdve, hogy ebben nőttem fel egy jó darabig, az óceánon túl volt, de ezt úgyis mindenki tudja, szóval azért komoly elképzeléseim vannak arról, hogy mitől jó egy, mitől jó egy pár, amikor játsz, a két dal lesz, amire táncolnak, nem az egész koncerten. Viszont amit akartam mondani, hogy ezt, de mindegy, elfelejtettem, mit akartam mondani. Tudod, születésnapom van? Nem is tudom pontosan. Akkor, ha elfelejtetted, akkor viszont kérdezek. A leghitelesebb forrásból tudom azt, hogy a rock'n'rollt nem csak írod, játszod, énekeled, hanem te magad is. Hát nem tudom, hogy manapság táncolsz, de régebben azért táncoltál, és nem csak a színpadon, hanem te jártál táncolni klubokba. Én? Volt, most el fogom ezt mesélni, nyugodtan megbeszéljük, a hallgatók füle hallatára. Környei Attila jól ismeri az én feleségemet, mert dolgoztak együtt. És az én feleségem egy óriási nagy rock'n'roll rajongó volt, meg egyébként ergo rajongó is volt régen, és elmesélte, hogy az élet egyik legfontosabb története az, hogy egy nagyon-nagyon régen, egy gödöllői szilveszteri estén, ő Fenyő Miklóssal rock'n'rollozott együtt, és hogy kevés olyan jó rock'n'roll táncossal találkozott életében, mint amilyen te voltál. Ezt a feleséged mondta neked? Igen, és én mondtam neki, hogy nyilván erre te is emlékszel. Először is meg kell mondjam, nem tudom ki az illető hölgy, de azon túl, hogy a feleséged, semmit olyat nem tudok róla. Az, hogy nálam előfordult a múltban az, hogy volt olyan szituáció, nevezzük ezt valamilyen rendezvénynek, bulinak, hát, mit tudom, micsoda, ahol én mint közönség vettem részt. Igen, előfordult, hogy én azért táncra perdültem. Kivel, mikor, ezt nem tudom. Feleségedről többet nem akarok mesélni. Csak vicceltem. Akkor még nem volt a feleségem, tehát nyugodtan. Ja, akkor mesélek. Mégiscsak emlékszem. Ez a lényeg. Ja. Megmondod az őszintén. Szóval, hogy akár ezt akartam ebből az egészből kihozni, hogy akár még te is lehetnél zsűritag, tehát azért nyilván neked is van szemed hozzá, hogy ki táncol jól, és hát ki nem. Ahhoz van, vagy véleményem azért nyilván van. De ezen az eseményen valószínűleg nem az én dolgom lesz kiválasztani a legjobbat. Ha csak nem súgok a zsűrinek, hogy figyelj, az nagyon-nagyon jó. Na figyelj, és akkor mi lesz a díj? Tehát nyilván, ha ez egy táncverseny, akkor az is ki van találva, hogy a legjobbak valamiféle díjazásban részesülnek. Kérlek szépen, most az Attilától nem akarom elvenni a szót, mert szeretném, ha beszélne. Egyrészt nagyon értelmesen beszél, összefogóan beszél, és érdekesen is beszél. És ezek szerint ő tudja, hogy mi a díj. Tudom, hát a díjról ne is beszélünk. Úgy beszélünk a versenyről, mintha ez már egy de facto tény lenne, hát azért ott még nem tartunk, ja, meg tényleg lesz annyi jelentkező. Csak az előző, amit elfelejtem, hozzáteszem, hogy ugye megkérdezted, hogy ezeknek a versenyzőknek autentikus ruhában kell lenniük. Hát biztos, hogy nem tesz rosszat, hogyha az a szoknya pörög, és alá is lehet látni. Viszont a szemtelenségeket merek meg. És benne van a pakliba az is, hogyha ott felfedezünk egy olyan párt, aki azt mondjuk, hogy figyeld, az a színpadon is jól mutatna, lehet, hogy akkor... Hoppá! Mondom, hogy okosakat mond. Úgyhogy itt lehet meríteni. És akkor akár ez lehet egy fődíj is. Hát hogyne? Hát ennél nagyobb díjat nem tudom. És már ott a helyszínen esetleg ki is írtatitek, hát hogy kik voltak a legjobbak. Tényleg itt. Ilyen messzire nem menjünk el. Azt azért még nem ígérjük meg. Jó, most tényleg elég sokat beszéltünk erre a táncversenyről, de nem ez a lényeg ennek a koncertnek, ez csak egy szelete. Fenyő Miklóssal és Környei Attilával beszélgetünk, és azt is tudjuk, hogy március 11-én megtörténik ez a nagy buli, de nyilván, ahogy közeledtünk egyre inkább a nyárhoz, jön a fesztivál szezon, egyáltalán jön a buli szezon, egyre több koncert van. Ezt most azért kérdezem Attilától, mert nyilván te tudod jobban. Hogy nem. Hogy áll Fenyő Miklós naptárja? Mennyire van tele ilyenkor még? Most, amikor beszélgetünk, február majdnem vége van. Hála Istennek, én most már mondtam a Mikinek is, hogy a tavalyhoz képest, tavaly még áprilisban kezdett el mozogni az egész szakma. Természetesen itt azért vissza lehet menni, mert történelmi előzmények azért a pandémia, stb. Tavaly nagyon nehezen indult, és nagyon féltem.
de most már majdnem azt mondom, hogy már majdnem tele van az egész nyár, úgyhogy nagyon nagy bulik lesznek, érdekes bulik lesznek. Azt is elárulhatom, hogy például lesz olyan buli, ahol végre egy színpadon egy este Fenyő is lesz, meg Ergo is. Wow! És ezt mind a kettőt te szervezted? Direkt így? Ezt nem én szerveztem, de én voltam a közreműködő, hogy összejöhessen ez az egész dolog. És azt lehet tudni, hogy ez hol lesz és mikor? Ez a Zamárdiba, a Zam Jam. Wow! Bizony, nagy buli lesz. Nagy buli lesz. Ez nagy buli lesz. Nyilván, amikor az ember elér egy bizonyos kort, akkor az, és még mindig a színpadon van, az egy baromi jó dolog. Csak nem tudom, hogy egy menedzsernek kell-e arra figyelni, hogy hát azért most akkor átlépünk egy bizonyos korba, hogy Fenyő Miklós lehet, hogy már nem tud, nem tudom, havi 30 bulit megcsinálni, vagy nem biztos, hogy akar. Lehet, hogy, sőt, tud, de nem biztos, hogy akar, hogy... Hány bulit tudsz leszervezni egy hétre? Nagyon sok bulit meg tudna csinálni, de egyértelmű, és ezt 100%-osan aláírom, hogy most már mindig inkább a minőség a fontos, hogy minél nagyobb koncert legyen, minél frissebben, stb. Szóval én azt tudom, hogy mikor az első szezont megcsináltuk, állítólag akkor nagyon sok bulit leszerveztem. Hát ott tényleg ott megijedtem, mert azért a Miki ott októberben meg is fázott, meg el is fáradt, és minden, és tényleg szóval nem vagyunk 20 évesek, na ez a lényeg, de most az egyetlen egy fő cél, hogy minél nagyobb és minél színvonalasabb buli legyen. Mekkora stábbal megy a Fenyő Miklós produkció? Hát egy 22-24 fős stábbal megyünk a bulikon, persze aztán vannak a kivételek a Margit-szigeti koncerten, vagy a karácsonyi koncerten, nem is beszélve, azok meg föl vannak turbozva keményen, de ez a 22-24 ember ez folyamatosan ott van, és mondjuk a táncosok lehet, hogy cserélődnek, de itt őrület van, szóval itt olyan precízen megy az egész gépezet, hogy nem igaz, és az a szerencse, hogy hihetetlen nagy buli, nagy a hangulat, és csodálatos. Jellemző a Fenyő koncertekre, hogy vannak sztárvendégek. Most március 11-én a Barbanegrában lesz-e sztárvendég? Nem lesz. Azért mondom, hogy ez lazább dolog. Aha. Itt legfeljebb a vokál csinál egy extra kis számot, vagy mit tudom én, a táncosokát, azt még nem is tudom. Tudod, megbeszéltük, hogy erről azért olyan nagyon-nagyon konkrét dolgokban nem beszélgetünk, mert ugye Isten tudja, mi történik, de a kifejezett sztárvendégeskedés az nálam az általában a kiemelt nagy évközi koncerteken előfordult, például a tavalyi évben Fenyő 75 kapcsán, aztán természetesen a Szigeten, aztán természetesen a Fenyő ünnepen, karácsony után a Bok csarnokban, az is nagy buli volt, ott mindenhol volt sztárvendég, általam szoktam hívni vendéget. De ez most a tiéd. Ez nagyon jó. Ez most persze, igen, elsősorban igen. Fenyő Miklóssal és Környei Attilával beszélgetünk. Most egy kicsit már kilépünk ebből a koncertből. Szerintem mindent megbeszéltünk, amit a nagy habatortán buliról március 11-éről tudni kell. Viszont az nagyon fontos, hogy Fenyő Miklós továbbra is alkot. Te írod a dalokat. Hány dalt írsz mondjuk napi szinten vagy heti szinten? Napi szinten? De jó kérdés. Hát most ha azt mondom, hogy havi szinten, akkor meg azt mondod, hogy miért nem nézem ki belőled, hogy napi szinten nem, képes vagy? Nem, egyáltalán nem vagyok kényes ezekre a kérdésekre, és nem csinálok presztízs kérdést, nem. Na, szóval megrendelésre írsz dalt akkor, amikor úgy érzed, hogy már szükség. Volt már erre is példa a pályafutásom során, de az 55 évre tekint vissza, úgyhogy azért ilyen mélységekben nem menjünk bele. Amit az utóbbi években csináltam, Attila említette a pandémia időszakot, ami szörnyű volt, egy évek át ki sem mozdulhattunk, meg hát ugye mindenki sajnos emlékszik ezekre a dolgokra. Igen. És akkor ott elindult benne egy-két olyan gondolat, hogy ha már be vagyok zárva, ha már így néz ki az ország, hogy be van mindenki zárva, és nem történhet semmi, volt egy ilyen időszak, Istennek ebből azért már helyek közel kiszabadultunk, akkor én elkezdtem írni sok mindent, nem csak dalokat is, YouTube-ra feltöltöttük, ezek új dalok, tehát ugye relatív új dalok, és nem jelentek meg korábban CD-n, még az sincs kizárva, hogy egy hamar meg fognak jelenni.
De hát írtam egy mást is, színdarabot írtam például, méghozzá az én életemben ez egy rendkívüli újdonság, mert hát én szövegkönyvet soha életemben nem írtam. Vannak színdarabjaim, darabjaim, uh-huh. amelyek mennek, Magyarország különböző színházaiban, de ott ezekben mindig a zene vagyok én, uh-huh. és annak van egy drámaíró társam, akivel aki ugye szövegkönyvet írta. Hát most neki jártam szövegkönyvet is írni. És már kész is? Hát persze, kettő is, de wow. nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy soha nem lesz bemutatva persze, viszont az alkotásról kérdeztél. De miért nem lesz bemutatva? Azért most már ez is érdekel. Ez csak a szokásos fenyőségemmel mondtam, amit ne vegyen senki nagyképűnek, hanem én ismerem magamat annyira sajnos, hogy én látom a dolgok fonákjait is. Mm-hmm. Vannak körülöttem nagyon pozitív emberek. Attilára például Attilára mutattam, aki ugye ilyet nem mondana soha, sőt, optimistán áll minden dologhoz. De Attilának, mint menedzsernek ez is feladata, hogy a te színdarabodat mondjuk elvigyelj színházba és eladja? Nem egy olyan feladata, amit számon kérek rajta, ha esetleg nem sikerül. De az kétségtelen, hogy tehet ezért, hogyha van rá lehetősége, ha van esély, ha olyan körökben mozog, ha nem tudom, szóba jön valamilyen, bármilyen tevékenysége során, és ezek színházi emberek, miért ne, akár... Ezek zenés darabok? Persze, mindegyik tele sok-sok fenyő számmal. Az egyikhez írtam egy teljesen újat, amit az égvilágon senki nem hallott, mert annak a dramaturgiai pontján, a nagyon fontos pontján ott el kell hangzani egy dalnak, és ebből a dalból is csináltunk YouTube-ra tehát klipet is hozzá, tehát képpel, videóval, uh-huh. zenével, és ez egy nagyon kalandos körülmények között létrejött dal, de nagyon büszke vagyok rá, és még soha nem hangzott el, még a retro rádióban sem, csak abba bízom, hogy ebbe a presszóba igen. Itt bármi el tud hangzani. Már előre megbeszéltük, avassuk be a kedves közönséget, megbeszéltük, hogy ez el fog hangzani. Persze. És tudod mit? Én nem várom el az Attilától, hogy Broadway sikerdarabot csináljon az én de azt elvárom tőled, hogy játsz le ebbe a műsorba. Jó, akkor ezzel megyünk tovább, hogy megbeszéljük magát a dalt, és utána le fogjuk játszani. Jó. Fenyő Miklóssal és Környei Attilával beszélgetünk, és ha már ilyen szépen meg lettem kérve, hogy játszom le az új dalt, akkor beszéljünk erről. Szerelmes vagyok az életbe, erről a dalról beszélgetünk. Pontosan, ugye? Látom, informálva vagy. Hát, sőt, még meg is hallgattam előre, hogy bele... Hogy még kritizálni is. Hát nem, hogy passzol-e a presszóba. Nem, ez csak poén. Viszont ami feltűnt, én arra számítottam, szerelmes vagyok az életbe, tudtam, hogy nem egyedül szerepelsz ebben a dalban, de valahogy több Fenyő Miklós jelenlétre számítottam. És ehhez képest szinte végig Bencsik Tamara énekel. Kérlek szépen, röviden próbálom összefoglalni, hogy nekem nehezen megy hozzá, teszem, hogy kicsit szószájtjár vagyok. Mi ezt szeretjük. Kérlek szépen, ezt a dalt nem akartam, hogy kárba vesszen. Korábban említettem egy fél mondattal, hogy nem hiszek abban, hogy ez valahogy színpadra kerül, már maga a darab. És akkor azt gondoltam, hogy de legalább ezt a vadonatúj dalt, ezt a teljesen újat, ezt azért ki kéne dolgoznunk rendesen, hangszereléssel, mindennel, és a társaimmal meg is csináltuk. Kerestem hozzá egy hangot, egy olyan hangot, amit én elképzeltem az én darabom főhősének. Miről szól a darab? Azt lehet tudni? Hogy ez a darab miről szól? Csak így megágyazzunk a dalnak? Lehet tudni, én például tudom. És nekünk is elmondod? Nem, de hogy mondom. Hát akkor... Nem. Nem, de egy olyan érdekes darab, ami egy kicsit korrajz, kicsit az én dolgaimhoz is kapcsolódik, én felismerhető vagyok benne. Más személyek nem, kitalált személyek, de a történetemből származó emberek. Viszont a cselekmény az nem feltétlen rólam szól. Budapestről ad egy, vagy igen, Budapestről ad egy korlenyomatot a 80-as évek, 70-es évek végéről, ami egy nagyon-nagyon jellegzetes korszaka volt a budapesti életnek. Hát ennyit elárulok, de ennél többet nem. Viszont a főhősnő ugye énekel egy nagy fesztiválon, aminek az élete nagy pillanata, és ott ezt a dalt énekli. Csak ő énekli. Hogy én bekerültem ebbe az egészbe, az azért volt, mert körülöttem lévő emberek, olyanok, akik támogatták ennek a videónak a megjelenését, és így tovább mondták, hogy
hogy ha én egy picit bekerülök, a hangom is bekerül, meg a fazonom is bekerül, akkor attól egy kicsit még érdekesebb lesz, és viszont nem kellett változtatnom a szövegen, a világon semmin, Tamara énekli a dalt, őt találtam meg, őt is szövevényes úton, nem volt egyszerű dolog, minden esetre egymásra találtunk, ilyen értelemben, és megcsinálta nagyon jól, és én akkor mellé énekeltem még egy-két sort, hogy azért ott legyek én is benne a dologba, amit nem tartottam még tolakodónak. Azért meséld el, légy szíves, hogy hol találtál Bencsik Tamarára, mert a legjobb tudomásom szerint, bár nagyon sokáig élt Magyarországon, és volt itt zenekara, meg volt a Megasztárban, éveken keresztül, tehát már évtizedek óta külföldön Németországban él, és ott is zenélt, ott lépett fel, ott alakított ki magának karriert. Igen, ezt én mind nem tudtam. Én egy dolgot tudtam, és azt is csak, hát az nem úgy van, hogy az ember ezt pontosan tudja, hanem valami hangszín ott cseng a fülében, és én ezt a hangszínt a darabom cselekményével és a hősünk pillanatnyi lelki állapotával, amelyben ezt a dalt előadja, ezzel hoztam össze. Ez nem egy olyan tipikus fenyődal, ez egy kicsit rokkosabb hangvételű, és nekem ehhez egy kicsit rokkosabb hang is kellett, egy női hang, és hát nem tudtam sokáig rájönni, hogy egyáltalán kibe gondolkozhatnék. Voltak nevek, amelyek felmerültek bennem, de aztán ilyen-olyan okok miatt esetleg elvetettem, és akkor valahogy egy otthoni ötletelés során teljesen véletlenül ez a Megasztár bevillant nekem. És én akkor nagyon véletlenül pontosan a Megasztár zsűriében ültem. Hogy akkor, amikor ő... De ez nem volt... Ez nem így jött, hanem rákerestünk a YouTube-on, mi van ezzel a lányjal, hogy énekelt akkor, hallgat, és hát ez... Fú, Isten! Ez pont az a Megasztár volt, amiben én zsűriztem. És akkor meghallgattam még azt is, mert az is fenn van a YouTube-on, hogy én, mint zsűritag, milyen véleményt mondtam róla. Mit mondtál és akkor? És ezt a mai jó, szenzációs, mondtál? Azonnal lemezre lehetne tenni. Ezt amit akkor énekelt, igen. És ezt a véleményemet a mai napig vállalom egyébként, ez zárójel bezárva. Tehát megpróbáltuk megtalálni. És akkor kiderült számomra, amit te már mondtál, hogy hát bizony, hogy már réges-rég nem Magyarországon él, és se tudtuk, hogy egyáltalán énekele. Tehát megkerestük őt a Facebookon, és írtam neki egy idézőjelbe, négyszer idézőjelbe szerelmes levelet, hogy én nagyon-nagyon szeretem a hangodat, van egy új dalom, és borzasztóan örülnék, ha te ezt elénekelnéd. Igaz, minket elválaszt, mit tudom, néhány ezer kilométer, de az nem lehet a mai világban akadálya annak, hogy esetleg megcsinálnánk. Ha neked is tetszene, küldünk neked egy demót, aztán reagálj, légy szíves. Na hát így milyen kezdődött. Jó lenne, most Bencsik Tamara itt lenne, és mondaná, hogy milyen ez, de hát kapni egy ilyen idézőjeles, szerelmes levelet Fenyő Miklóstól, erre nem lehet nemet mondani. Egyből igent mondott? Egyből igent mondott, és nem volt azért persze egyszerű a dolgok egyeztetése, mert itt hangsávok egymásnak küldözgetése, mert a mai technikai dolgokban nem akarok belemenni, főleg azért, mert nem is értek hozzá. Minden esetre ő kapott egy demót, amire érezni lehetett, hogy miről akar szólni a dolog, megkapta hozzá a szöveget, mert nyilvánvalóan ezt a történetet a színdarabbal együtt, nyilván ezt is elmeséltem neki, és akkor ő csinált nekünk éneksávokat. Azért mondom nekünk, mert több zenészre együtt dolgozom. Értem. Az ilyen felvételek során, tehát főleg nekem nyilván, és hát akkor én meghallottam benne azt, amit igazából szerettem volna, akkor jöttek ilyen Skype-on beszélgettünk, vagy jól mondom egyáltalán. Van ilyen, igen. És akkor a részleteit próbáltuk ugye a dolgoknak tisztázni, akkor ő ennek, ezeknek az instruktoroknak a szellemi, ami még egyszer felénekelte, akkor átküldte, akkor végül elküldött már egy olyan hangsávot, amit jól be lehetett keverni a zenébe, az maradt meg egyébként végleg. És aztán eljött Pestre. Egyébként ő énekesnő, és ő énekel. Igen. A világban szerte szét, bár szerintem most már hazaköltözött, ez megint egy zárója bezárva volt. Eljött ide, amikor ideje engedte, és akkor megcsináltuk vele a videófelvételeket. És akkor te elégedett vagy a végeredménnyel? Tehát azt hallod most a dalban, amit annak idején a fejedben igen, hallottál? Igen, igen, igen. Lehet, hogy egy icipicit azáltal módosult, ahogy aztán ez megtörtént, mert a dolgok azért nem úgy vannak, hogy kőbe vannak vésve. Nekem van egy elgondolásom, ez megvalósul.
lelassult 90%-ban, vagy 95%, ami nagyon jó. Uh-huh. A Tamarának az éneklésével szenzációsan elégedett vagyok. Hozza azt a kis drámát, aminek ott abban benne kell lenni. Hozza azt a kis másfajta éneklést, amit az én szerzeményeimből nem ismerhet a kedves hallgató. Szóval kicsit új és kicsit részemről is kísérlet, de egy nagy drukkal, és nekem nagyon tetszik. Tehát azt mindig elmondom, és most majd be is fejezem, mert sokat beszélek. De mi ezt szeretjük, ha te sokat hogy, beszélsz. Hogy az, hogy egy dal vállalható legyen, ahhoz elsősorban a szerzőnek, meg az alkotóknak kell, hogy tetszen. Tehát, hogyha nekem pedig tetszik. Tehát én ezt bátran, nagy szívvel, szeretettel tudom ajánlani azoknak, akik, mit tudom én, esetleg csak a Csók királyt ismerik tőlem, vagy a Méri Hungáriát. Tudod, ez kicsit más. Fenyő Miklossal és Környei Attilával beszélgetünk. A jelen meg a múlt az már megvolt, kicsit a jövőbe is belekaptunk, viszont egy mondat, Miklós egyik mondata az így megfogott, hogy azt mondtad, hogy elképzelhető, hogy a közelmúltban írt dalok egyszer csak megjelennek majd valamilyen hanghordozó formájában. Nekem az első lemez, ezt már elmeséltem korábban, amit én megvettem saját pénzemen 10 vagy 11 évesen 100 forintért zseppénzből, az a Hungária Rock and Roll partia volt. És amikor azt mondják, mindig mondják, hogy a vinilnek újra egy ilyen retro őrülete van, és újra megint divat a vinil, akkor nekem mindig ez a lemez jut eszembe, és még az illatát is érzem az orromba. És azt gondolom, amikor Fenyő Miklós azt mondja, hogy előbb-utóbb megjelennek a dalok, akkor én már látom azt a nagy lemezt. Hmm. Ti gondolkodtok ebben? Most azért nézek Attilára, mert mégiscsak ő figyelj, a menedzser. Sokat változott a világ. Természetesen exkluzív dolog, egy nagy lemez megfogni, és tényleg látom, vannak egyre több fiatal beszerzi a lemezjátszót, és stb. Ez még egy következő csomag. De hát itt a Miki, ahol beszéltetek, tudod, annyi meglepetést okoz még nekem is. Ott a lakásában van valami fiók, amit olyan értékekkel van tele, de nem is mondja. Hát például ezt a dalot, ezt a Tamara dalt is én utólag tudtam meg, hogy megírta, és már föl is vették. Szóval és alkot, és a színdarab ott van, nem tudom hány színdarab van, de most már elmegyek kutatni. De vannak színházi kapcsolatai? Tehát, hogy akár ez is előfordulhat? Hát vannak, valójában vannak. Hát persze ilyenkor azért ez egy kőkemény, érted, mi mindent meg kell mozgatni, mindent az égvilágon, hogy tényleg valami ilyen összejöjjön. De csendben van, ott úgy tudom, meg mindig utólag tudok, hogy nem tudom hány darab van. Hát többször kell idejönni beszélgetni, és úgy akkor megtudod az információkat. Most már nagyon odafigyelek, ezt a fiókot megpróbálom megkeresni. De ez azt jelenti, hogy neked ezt a fiók az nyilván lehet átvitt értelemben. Persze, úgy is van. De hogy van egy csomó dal, ami arra vár, hogy... Nem, van legalább 15, amit nem jelentettem meg még soha. Ezek között vannak olyanok is, amelyek esetleg már hallhatóak voltak. Mm-hmm. Van például a Méri Hungáriából az egyik betétdal, amit a filmhez írtam. Ez sem jelent meg. És hát van ott még bőven, abban a szimbolikusan fióknak nevezett valami helyen, ami itt van a fejemben, a fiók egyébként, de ez csak egy... És ugyanakkor hát, körülbelül kiszámoltuk, legalább 500 dal van, ami ugye megírodott a Miki tollából, és te is tudod, hogy abban az időben megjelent egy lemez, 2-3 számot játszottak a rádiók, stb. A többi azt csak a rajongók ismerték. Hát igen, ismerték. És minél több lemeze volt egy előadónak, annál kevesebb esélye volt, hogy az új lemezeknek a dalai akár koncerten is előkerüljenek. Ezért van könnyű dolga, amikinek ma koncerteken mindig elővesz olyan dalokat, amiket én sem hallottam még szinte. Tehát és a közönségnek az újdonság varázsával tud itt előre. Igen, csak pont ebből a szempontból érdekes az, hogy egy előadó, aki szerző is, hogy érdemes-e ma még új dalokat írni? Hát nyilván a közönség, amikor elmész egy koncertre, arra kíváncsi, amit az előbb te is mondtál, hogy a Csók király, a Rock and Roll Party, a Made in Hungária, amit én mindig Made in Hungáriának mondok. Úgy is lehet. Mert úgy is énekel egyszerben. Persze. Szóval, hogy ezek jöjjenek, de hogy kíváncsiak-e az új dalokra? Egyáltalán várják-e azt, hogy egy koncerten, vagy bárhol a YouTube-on, a rádióban feltűnjön egy új Fenyő Miklós dal.
Te kutatjátok-e ezt? Igen. Nem kutatjuk. Nem kutatjuk. Mondom, az, amire én készülök, ha ez a kiadvány egyáltalán létrejön, ott minden dal, amit én megírtam, az valami lelki állapotból születik, és a lelki állapot általában vagy egy elképzelt eseményhez, vagy egy megtörtént, a múltban megtörtént eseményhez, ami talán annyira nem is tudok meghatározni, csak éppen ilyen derengő emlékeim vannak róla. Vagy éppenséggel a pillanatnyi gondolataim, itt a pandémiás időben, amikor be voltunk zárva az édes otthon, meg van ilyen dal, mármint nekem, ez mind ilyen új dal, és akkor esetleg még hát filozofikusabb hangvételű is, mert én a utóbbi időben azért jó néhány ilyen filozofikusabb hangvételű dalt megírtam, publikáltam is, tehát van olyan is, amit persze ismernek, de hajlamos vagyok egy kicsit a filozofálgatásra. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz mondat, ilyen késő este. De ki jött? Presszóba vagyunk, hát azért belefér, nem? Simán. Na jó, szóval igen, tehát különböző hangvételűek, de én azt tapasztaltam, hogy azok mellett, a dalok mellett, amelyeket az előbb ugye a kérdésed során említettél meg, azért még jó néhányat lehetne mondani, Attila, hogy 500 dal, amit csak publikáltam. Igen. És hát azt nem mondom, hogy majdnem annyi van a fiókban is, de azért annyi azért nincs, de elég sok. Szóval végül is hogy akartam kikeveredni ebből a nagyon fontos cicerói mondatból. Tehát, hogy lesz-e új kiadvány? Mint menedzser oldalról a következőt tudom mondani. Tehát ez az egész generáció, a mi generációnk. Most hiába látod, aki tehetséges, az ha nincs lemeze, akkor is írja a dalokat és minden. És mondjál nekem, ebből a generációból, mit tudom, öt olyan dalt, akik az utóbbi 10 évbe lerakták, és ő nagy sláger lett. Nem, nincs olyan felület ebben a pillanatban, ahol ezt a generációt, mit tudom én, így futtatják. A fiataloknak ugye jelenik meg egymás után, és a fiatalok jelen vannak az interneten, stb. A mi generációnk nem nagyon van rajta az interneten, szóval nem mindegy, szóval érdekes dolog. Ez igen, most nem ez azért, mi tapanaszkodnánk, de ez tök jó, mert ez egy olyan problémát vett fel, ami igen, csak azért megkérdezted, hogy kíváncsiak. Hogy nektek mivel mindennek kell megküzdeni. Mert a mi generációk bekapcsolja a rádiót, mi a fiatalok nem is rádióznak nagyon. Igen. Szerintem. És úgyhogy hány olyan nagy koncert volt, Omega, stb. Kiadtak lemez, semmi eredménye nem volt, nem, sláger nem lett belőle. Szóval valahogy az a 80-as évek után már ez valahogy bezárult egy kapu. De akkor ilyen te most szerintem. Azt mondod menedzseri oldalról, hogy nem feltétlenül szükséges Fenyő Miklósnak új dalokat kiadnia, mert elvesznének az érdektelenségben, és nem a közönség érdektelenségben, szóval hanem egyáltalán a olyan sikert ritkán lehet, mint amit annak idején ugye a lemezek, szóval volt. A lelkének nagyon jó, tehát aki kiadja magából, és megszületik az újabb gyermek, stb. Az egy nagyon jó dolog, és persze nagyon jó lenne az meglátni lemez, csak hogy mi lesz aztán a következő az élete ennek az egész produkciónak. Nehéz, tehát ez most... Semmi baj, ez az utókornak is dolgozunk, mert hogyha egyszer csak érdekesek leszünk újra, most a generációkra utalók, amit Attila mondta, akkor föl lehet fedezni majd nagyon-nagyon sok mindent. Van egy követőtáborom, ami nem a legnagyobb, tehát én azzal nagyon nem dicsekedhetek, de egyre nagyobb számban követik az én hivatalos oldalamat, és ott azért nekem az is öröm, hogyha azt megkritizálják. A kritika alatt most nem feltétlen az egekig való dicsérést értem, hanem akár, hogy elmondják, hogy hú, de érdekes. Hát nem is gondoltam, hogy ez fenyő, nem annyira fenyős nóta, meg mit tudom én, meghallják a Tamarának a hangját, akik nem szoktak meg velem együtt, vagyis közösen, tehát a nevemmel való összefüggésben, vagy akár azt mondják, hogy hát azért jobbat képzeltem volna, ez sem zavar, megmondom őszintén, nem zavar, mert ez mindig is így volt, csak legfeljebb hangot adni nem tudott a közönség ennyire, mert hát ugye a technika az, ami még nem adott lehetőséget. Most viszont, ha itt súgsz valamit a kollégád fülébe, akkor az holnaptól
közkincsé válik, úgyhogy innentől kezdve ezért nem szoktam kritizálhatni. Figyelj csak, ha már szóba hoztad a Facebook oldaladat. Te kezeled? Te csinálod? Vagy azt is? Nem. Társas magányban élek, úgyhogy vannak segítőim. Értem. Mert én követem, nézem, és nagyon szeretem, amikor videókat teszel közzé, akár csak a koncertről beszélsz néhány másokat. Sokszor előfordul, igen, én viszonylag gyakran posztolok. Igen, ez nekem nagyon tetszik, hogy, mert amit az Attila mondott, hogy a te korosztályod, a ti korosztályotok nem feltétlenül aktív felhasználója ezeknek a közösségi fórumoknak. De nyilván ezzel meg rá lehet venni őket, hogy a közös kedvenceink, a sztárok, azok igen, viszont igen, ott vannak. Aktivizálják magukat bizonyos impulzusok alapján. Tehát egy új dal, egy új impulzus, vagy egy új, nem tudom, poszt, amiben valami érdekesség van, vagy valamiről szól, vagy valamit el akar mesélni, vagy mondani, vagy akármi, akkor az persze inspirálja azokat, akik hozzá akarnak szólni, akarnak nyomni egy lájkot, vagy én nem tudom micsodát, mindegy. Én nagyon szeretem ezt a világot, amit te elhoztál haza Amerikából, ezt mindig elmondom, és most is ezzel zárom a beszélgetést, azt a, ahogy mondtad, hogy a színdarabot kapcsán, hogy a 70-es évek végének budapesti életét jelenített meg, hogy abba a szürkeségbe olyan színt hoztál, olyan színkavalkádot, ami mind a mai napig itt van, hogyha elmegyünk egy koncertre, és ránézünk a színpadra, ez a színesség még mindig megvan, és én azt kívánom, hogy ezek a színek még jó sokáig ragyogjanak nekünk. Mind a kettőnknek kívánod az Attival. Atti, neked is kívánom. Köszönöm. Fenyő Miklós, köszönöm. Környei Attila, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon szívesen máskor is. Sziasztok. Ja. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.